sziasztok! Nem mondom meg, hogy hol vagyok, de megengedték egy helyen, hogy heti egyszer eljövök ide gyakorolni a zongorán. És mivel mostanában nagyon sok kevés videó van, egyszerűen azért, mert nem tudok készíteni felvételeket, így mivel írtam egy fancsa lista, hogy készítenek ilyen heti vlogokat, így megpróbálok minden héten csinálni egy ilyen heti vlogot, amiben kibeszélünk egy témát. Mivel Bobbe írt egy kommentet, így ezen a héten meg is van a témánk, azt írta, hogy el akar kezdeni vlogolni, csak hogy fél, hogy az osztálytársaim megtalálják és kicikizik. És ez tényleg egy remek téma, amiről tényleg most tudok beszélni. Nézd! Szerintem a videózás egy nagyszerű dolog. És csak azért nem elkezdeni, mert mások azt mondják, hogy hülye béna vagy benne. Szerintem hülyeség. De gondolj csak bele, a legtöbb videós is, nem csak a videósok, bármibe, ha belekezd az ember, először nagyon rossz benne. És pont az a lényege, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk, és hogy még többet fejlődjünk, és pont az határozza meg, hogy mennyire jó vagy, hogy mennyi hibát tudsz kijavítani, hogy mennyit akarsz kijavítani. És kell egy kiinduló pont is, abban a kiinduló pontban mindig nagyon rossz leszel. Hogyha bárki bármi belekezdeni is egyből profi lenne az adott dologban, akkor mi értelme lenne csinálni? Sokan annak ilyen, hogyan légy YouTube videós, meg ilyen tanácsokat a kezdő videósoknak, de szerintem az egyetlen fontos dolog, hogy folytassátok. Mert bármilyen rosszok lehettek, de hogyha folytatjátok, még ha nem is akartok sokat fejlődni, akkor is másmilyen lesz a videótok. Nem egy nap lesz, vagy egy hét, vagy egy hónap, hanem több év. És nekem is, én is sokszor éreztem már, hogy legszívesebben abba hagynám, mert nem éreztem értelmét. De mindig volt valami videós, aki azt mondta, hogy ezt érdemes folytatni is. Érdemes belekezdeni. És én mindig is folytattam. És már ott tartok, hogy embereket gondolkoztatok el. Megnevetettek embereket. Hamarosan készítek egy filmet. És ezek a dolgok nem jöttek volna létre, hogyha abba vagyunk. Azon kívül nagyon sokat dolgom magabiztosságra gondolom a felvételkészítés. És a magabiztosság az, ami az élethez kell. Ahhoz, hogy felvegy egy videót, ahhoz, el kell szögezni magadban, hogy nem érdekel, hogy talán hallak-e mások, vagy hogy mit fognak gondolni mások, mert így leszel igazán közvetlen. És ez, hogy nem törődsz mások emberek véleményével, az így beleíródik az életedben, sokkal jobbá tesz téged, mert nem számít, mit gondolnak mások, mert ők nem látják olyan tisztán a dolgokat, mint te. Neked pedig nagyon tisztán kell látnod a dolgokat, és annyira kritikusnak kell lenned magaddal, ahogy senki más. És ez legyen a videózásodnak a lényege, hogy légy kritikus magaddal, és mindig, mindig jobb legyen. Mindig. Ahol azt mondod, hogy ez már jó lesz, ami már nem lehet jobb, ott elmondod, mindig lehet jobb. És én azt mondom, hogy érdemes belekezdeni, csak az a lényeg, hogy mindig folytasd. Mert sokszor fogod ezt érezni, hogy nem akarod ezt folytatni, mert téged nem néznek, vagy kaptál egy negatív kommentet, vagy ilyesmi. De csak sok küzdelemből lehet lépcsőt építeni. És a lépcsőnek sosincs vége. Úgyhogy én ezt mondom neked, kedves Bob. Tudjátok, amikor elkezdtem a filmet, akkor nem gondoltam, hogy ilyen sokáig fog tartani. Már majdnem 2 hónapig csinálom, és a felvételeknek a fel mindig nincs meg. A történet már teljesen kész van. Az sem biztos, hogy sikerül beneveznem a Protestnek a videóversenyére, mert lejár a dátum. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fog ezt tartani. Még mostanában egyébként is kevesebb a videó. De ezekkel a heti vlogokkal próbálok kicsit több videót készíteni. Megpróbálom ezeket a hétfőket betartani. Na de ez volt a heti témánk. Remélem sikerül ezt a heti vlogot ezt így szinte tartani. Próbálok majd hetente felvenni hétfőn egy videót, ami kedden lesz kitéve. És hogyha van valami téma, amit szeretnétek, hogy beszéljünk róla, akkor írjátok le a komment szekcióba. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és vagy iratkozzatok fel. Sziasztok! És én most megpróbálok egy kicsit gyakorolni.